Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, ba-ba-ba-ba. Hello TV, jó reggelt, hello. Esküszöm, hogy olyan élmény benneteket ilyenkor mindig látni, hogy tehát ilyenkor jövök rá, hogy tényleg a távolság a kis tüzeket eloltja, de a nagyokat fellobbantja. Tehát, hogy meglátlak benneteket, és konkrétan ilyen őrült noszt, igen, hogy feszítesz most, Balázs. Mi is így vagyunk ezzel, TB, megdöglünk a füsttől. A érted miért. Nem oltotta el. Streamen egyébként ott vagyunk, hát nem mondom, hogy a leggyorsabb, mert azért van egy kis távolság, egy 7-8000 kilométer, de pillanatképek, helyzetek, hangulatok azért elkaphatók a YouStreamen is, úgyhogy ott vagyunk. De hogy olyat éreztetek már a távolság miatt, hogy mondjuk meglátsz rólam mondjuk egy képet a Facebookon, vagy valami ilyesmi, és akkor mint Liv Tyler az Armageddon nagy jelenetében, hogy elkezded így tapintani a monitort, és elkezded ölelni a laptopodat, hogy Tibi, bárcsak itt volnál. Én már meg is puszíltam a laptopot, ahogy rámentem az oldaladra. Hát mondom, ez a gyerek, ez hiányzik nekünk, gyerekek, keddenként. De jó, hazudsz, Feri. Jó, van, de legalább próbáltam. De nagyon hiányzol egyébként. Hihetetlenül jó lenne, ha itt lennél. Nagyon sok minden történik velünk, semmi. Bár úgy gondolják, hogy igen, sok minden, de nem. Tegnap voltam egy másik étteremben, ahol nem tudtunk enni, mert bezárt. Ez volt az utóbbi hét legnagyobb sztoria. Igen, elképzeltük azt, hogy majd együtt szépen leülünk nyugiba, megeszünk egy jó kis vékony tésztás pizzát, igen. Eszünk hozzá egy tiramisút, ne adj Isten, egy mit tudom én, valami jobb kis olasz desszertet, aztán kiderült, hogy sajnos ezek az éttermek már bezárnak 9 órakor. Igen, úgyhogy zajlik itt is az élet. Mi újság otthon, mondj valamit, mit ettél, mi van a Hungárián, mi van otthon, mi van a híradóban. A Hungáriát kihagyhatod. Mindenre kíváncsiak vagyunk. Figyeljetek, itthon megmondom őszintén, hogy nagyon jó, tehát hogy amióta elmentetek... Tehát hihetetlen fellendülésben van minden, virágzik a gazdasága, az életszínvonal fellendült, az emberek mosolyognak az utcákon, karnevári hangulat van, a nők félmeztelen mászkálnak az utcákra. Nagyon, nagyon jó lett. Itthon nagyon jó. De tényleg. Megkértetek? Akkor sokat változott, igen. Nagyon. Figyeljetek, olyan hely lett, most komolyan mondom, tehát hogy most álltok, van egy ilyen pálmafa betelepítési program is, ami a közérzet javítás miatt van. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó hely lett az ország. Amit mondani akartam, hogy megkértél Balázs, meg Jani, hogy ürítsem a postaládátokat. Ugye, mert megkaptam az üzenetet, hogy kértétek. Így van, igen, nagyon köszönöm, hogy ezt megcsináltad, így van. Kiugrottam hozzátok, annyi nagyon-nagyon fontos, hogy Jani előtt tényleg le a kalappal. Tehát, hogy én megmondom őszintén, tehát, hogy ilyen távolságból is foglalkozik a letűnt civilizációkkal, és hogy most érkezett meg egyébként a 10 részes Maya Gold DVD. Tehát, hogy tényleg innen is a majákkal a távolból, tehát egyszerűen ez a férfi falja a tudást. Döbbenet egyébként, igen. És nem tudod, hogy milyen gyűjteményt hozott ki magával. Bizony. Igen. És nem tudod, hogy mennyire napra kész vagyok ebből a témával. Mindig ráfrissít. Tehát, hogy a maja civilizációnak ilyen szinten vagy szerelmes, hogy egy 10 részes Best of DVD-t megrendeltél le a kalappal, abból is az aranyválogatás. Tehát, hogy csodálatos. Így van. Viszont jött most egy... a csizalatlan gyémántok, a diamondok, azok, amik leginkább felkeltették az érdeklődést. Viszont jött egy másik levél, ez valamilyen fajta ilyen végrehajtós dolog volt, a Terész körúti Pipshow-ból üzentek, hogy a kukucsioktól nem szabad elvinni a kis széket. Tehát az csak ott szabad rá felállni, nem szabad hazavinni. Nem tudom, megszólaltok-e, azért várok ilyenkor egy picikét. Nem. Balázs, hozzátok is. Örülök, hogy végre nem kell beszélnem, tudod? Ez a KED 9-től ez te vagy. Hátradőlünk, pihenünk, hallgatunk. Jó, Balázs, hozzátok is beugrottam, jó? Mert így kérted, ott is ürítettem a postaládát, és mondani akartam, hogy hihetetlen mennyit nőtt a kis elefánt a hátsó kertben, mióta nem láttam. Nagyon cuki. Tehát, hogy... De vannak zsiráfok is, azokkal óvatosan bánjál, jó? Ezt nagyon óvatosan, a zsiráfokkal és a kudukkal. A zsiráfok cukik voltak, az emeleti lakája azt kérdezte, hogy hol találja a kerti tavi belugák száraz tápját, mert azt nem találja. Tehát, hogy... Jó, és annyi, hogy mivel nem akartam rossz fejleni, mivel láttam, hogy egy picikét kezd matulni a helikopter a leszállón, elvittem lemosatni, jó? Tehát, hogy csak... Köszönöm, hogy ezeket megtetted. Minden rendben a házzal, rendben van? Nincs csötörés? Semmi? Minden oké?
csőtörés nincs, annyi, hogy úgy látom, hogy valaki lefűrészelte a gyémánt Bentley-ről az aranykormányt, hogy majd ott arra figyeljél, hogy... Figyelj. Lehet, hogy... Van másik a garázsban, csak föl kell pattintani. Ad, vigyék, igen. Na jó, van, mivel készültél? Megmondom őszintén, hogy, hogy készültem is sok mindennel, de nem én lennék, ha nem lenne, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Imádom, hogy Ferit paráztatjátok ezzel a hazauttal is, hogy megy a nyomasztása azzal, hogy majd ráklülditek. Hát nem, az a baj, tudod, hogy ott már ezt komolyan vették, tehát, hogy engem úgy fognak várni, hogy úgy, hogy gyere ki, légy szes, és ments ki. Ha esetleg nem mondtam volna, szombaton érkezik egy járat Kairóból mindenféle fekete szállítmánnyal, és ellopott, levadászott, feketén megvásárolt afrikai műkincsekkel kairói járat, tisztelt Váb és pénzügyi őrség, szombaton. Köszi. De lényeg az, hogy nem is annyira az én csőrömet bökte, de Viki felhívta a figyelmemet még valamire, amivel tudjuk paráztatni a Ferit, mert van egy biztonsági rés még a légi közlekedésben, amit muszáj, hogy kibeszéljünk, remélem, hogy nem mi omlasztjuk most össze a teljes biztonsági struktúráját a légi közlekedésnek, de hogy ugye, amikor megérkezel, és felszállsz, én mindig is egy picit ilyen alibinek, meg túlzónak éreztem ezt az átvilágítási rendszert, ugye, tehát, hogy megérkezel, a bakancsolat le kell venni, mert nyilván abban van a detonátor, le kell venni a szemveget, mert nyilván abban van a C4-es, hogyha nálad van egy deci dezodor, akkor az nyilván atombomba, vagy plutónium akar lenni, tehát ugye végigmész egy ilyen brutális, ilyen esetenként megalázó ilyen procedúrán, amivel végigmész, ugye? Így van, igen. Igen. Eddig tudtok követni. Igen. Figyelem az arcot. Igen. Ez még valahogy nem volt bonyolult, repültünk párszor. Most nekem most állt össze. Most megvan, igen. Jogosan böki-e a nem, de hogy ti milyen osztályon utaztatok ki Afrikába? Hát kinek mi jutott? Van, aki a bizniszen, van, aki a turiszton. De én csak azért, mert Balázs kézi podgyászában jutottam fel. És itt jön a rés, amit Viki vett észre a légi közlekedés biztonsági rendszerében. Tehát átmész, elvesznek tőled mindent, fémet nem vihetsz fő, vágóeszközt nem vihetsz fő, C4-est, robbananyagot, plutóniumot nem vihetsz fő. De, ha bizniszen utazol, akkor ott, mint egy ilyen extra exkluzív szolgáltatás, a fémevőeszköz, villa, kés, szúróeszköz, spicer, detonátor, C4-es, tehát, hogy ott viszont a bizniszen mindent megkaptok frankon fémmel. Igaz? Egyébként ez tényleg így van. Ezen mi is gondolkoztunk. Hogy a bizniszen nem utazik terrorista, ez azok. Valószínűleg nincs pénzük a terroristáknak bizniszen utazni. De hogy? Igen, egyenre van. Ez, mert nitroglicerinre és trotinra költik. Nem tudom, hogy mi a megfejtés, de tényleg valódi fémelvőeszközt kapsz, kés van a kezedbe, villa, amit ugye azért cserélnek műanyagra, és azért eszik mindenki műanyag kis tálkákból, meg villával, meg késsel, hogy ne tudják ártani a stewardessben. De hogy ez, ha te mondjuk a first class-ban... Senki ne mozduljon, kanál van nálam! Uram, tegye már rá az, hogy műanyag kanál. De ha first class-ban vagy bizniszen utazol, akkor ott megkapod a fémet. Ott nem félnek attól, hogy valaki mondjuk nyakon szúrja a stewardess-t, vagy behatol a pilóta fülkébe, mondjuk oda nem tudsz egy fémevőeszközzel se, de a stewardess sakban tudod tartani. Ez egy érdekes felvetés. Hihetetlen, mert hogy a feleségettől származik. Igen, tehát hogy... Igen, tehát hogy ennyi... Látod, milyen asszony? Milyen gondolatai vannak? Hihetetlen. Igen, pedig turistáhoztam. Igen. Hát, és nem is aludt napok óta. Igen, ilyen biztató, nem? Vikihez oda kerül egy villa, egy kés, egy kanál, és rögtön azon gondolkodik, hogy kit tudnék ezzel megölni. És elsőnek eszébe jut a férjem. Igen. Miért nincs itt? Nyakon tudnám szúrni. Jó a felvetés. Hogy beszélgetetek ugye arról, hogy a telefon ki kell kapcsolni, a cipőt le kell venni, az övet ki kell csatolni, a sapkát le kell venni, a nem tudom, a fél pohár vizet ki kell dobni, a nem tudom, tehát hogy tényleg úgy mész föl, hogy egy ilyen rettegés van rajtad, hogy egy potenciális tömeggyilkosnak néznek minden és átvilágításkor, majd a tűéles fém kést bizniszen megkapod, mert érezze már jól magát a jó nívós utas. Szóval véletlenül, mondjuk, bár nem tudom, hogy mennyire kik hallgatnak minket, de hogyha valakinek ez ötletet ad, akkor bocs, de hogy szerintem az egy finom rés a pajzson, nem? Abszolút, igen. Most olvastam, hogy vannak olyan járatok, ahol a first classon, ami még a business is megkülönbözheti a first class-tól, ugye tulajdonképpen van a turista, a business és az első osztály,
És az első osztályon vannak olyan utasok, akik a biznisz háromszorosát kifizetik azért, hogyha te fölmész az első osztályra, akkor kiválaszthatod az ágyneműt, amiben te alszol. Hoppá, beteg. De ez már azért nagyon beteg, hogy érdemes egy 10 órás útra egyébként a biznisznek a háromszorosát kifizetni. Ugyanúgy menüről választod az ételt, stb. Egy csomó minden van, de az ágynemű színét és az ágynemű anyagát is megválaszthatod, hogy mivel akarsz te takarózni a 10 órás tengeren túli járaton. A azért az elmebetegségnek. Igen. Bőrét. És kiválasztod, mit tudom én, 4-5 kép alapján, hogy te milyen ágyneműbe aludnál. Azért ez már nagyon beteg. Ha én oda feljutnék, valószínűleg vissza kérdezni egy csodálkozó, hogy biztos uram, hogy egy keki színű hálózsákban szeretne aludni a földön, illetve a padlón. Balázs szájából mennyire hiteles, aki nem, amikor most benn voltam, mondom, hogy kicsikét takarítom, meg leszedegettem a porcicákat, láttam, hogy bébi fóka szörméből volt a sötétítő függöny az egész nappalin. Tehát, hogy... A büdös életben nem utaztam még first class-on egyébként, és nem is utaznék. Tehát ez egy elvi kérdés, hogy mondjuk a biznisz háromszorosát kifizeted-e azért, hogy saját hálófülkéd legyen, mert hogy vannak ezek az új gépek, ugye az Airbusok, meg a Boeingek, ahol hálófülke van, és ott még az ágyneműt is megkérdezik tőled, hogy azért a pazarlásnak is azért döbbenetes, hogy milyen méretei vannak, nem? Nem, már nincs hova tegyen nyilván a lóvét. Nem tudod hova tenni, és akkor elmész mondjuk first class-on. Na mindegy, ez csak egy kis kitörő volt. De hogy kapsz fémkést, amivel viszont boldogan tudsz ott terrorizálni az utastérben. Tehát, hogy nem tudom, mondom, akkor viszont én elfogadnék, tehát nekem oké a fémkés, de akkor én elfogadnék egyel szolidabb és emberi bátvilágítást lent. Tehát, hogy én azt gondolom, akinek az a munkája, hogy föl tudja vinni azt, amit föl kell vinni, azt föl fogja vinni. Én, akinek nem az a munkám, én velem viszont rohadtul kidobatják a kólát. Tehát, hogy a kettő között valahogy megtalálom a ízét. Jogosan böki a csőrömet a potenciális gépeltérítő eszközök átadása a bizniszen. Hát, gyerekek. De szemét vagy. Látom. Erősen vajúdom, hogy egyrészt hallgatóinkat mennyire érinti ez komolyan, illetve az ezüstevű eszköz és az aranyevű eszköz, amit osztanak mondjuk a first class-on, és az ezzel való gépeltérítés valójában jó. Balázs, tőled azért szimpátiát megvan az ítélet. Együttérzést várnék, csak halkan jegyzem, hogy a félmeztelen tavisellők gyakorolják nálad otthon közben az Isten hozott kisgazdám szonettet, tehát hogy... Hát, gyerekek, én ezt nem... Kettő az! Én ezt egyesre hajlok. Balázs. Nem tudom. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Majd kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Nem. Voltak ennél jobb csörbökések, amivel egy ország tudott azonosulni, az aranyevő eszközzel, a stewardess leszúrása a bizniszen, hallgatóink viszonylag kevés százaléka tud ezzel valójában azonosulni. Egyébként joggal teszem hozzá. Nem tudom, bármennyire is kiállok melletted ebben a rovatban, nem tudom. Jó, akkor csak tudom. Oké, akkor csak annyit mondanék a böki a csőröm lezárásaként, hogy kösz Viki, jó? De hogy... Jó volt a téma. Viki, ritkán egyeztetünk, de úgy látszik, hogy olyankor bejön. Hogy igen, tehát ezt Viki küldte tegnap, hogy ez szerinte jó lesz, köszönöm. Tehát csak annyit mondanék, hogy így a jó. Viszont... Aha, viszont nagyon elegáns volt tőled, hogy most, hogy nem fogadtuk el, átdobtad a Viki. Figyelj, a felelősséget. Azonnal egy nő... aki besült, Viki. Azonnal egy nő mögé bújok. Figyeljetek, ott vagytok most távol, és azt hihetitek, hogy talán nincs is ma témám. Én picit azt gondoltam, hogy itt mindenféle aranyevő eszköz, ezüstevő eszköz, gépeltérítés, talán Tibi, nincs témád. De van! Fiúk, ti visszacseréltétek ezt a kis aláfestő zenét, ugye az afrikairól a régi megszokott magyarra, ugye? Így van, visszatettük, mert hallgatóink követelték, hogy nem tudnak a Bushman dobokhoz hozzászokni. Néhányan kiugrottak a tizedikről, úgyhogy visszatettük a hagyományos régi kis alázenénket. Mivel a témám picikét kapcsolódik a honvágyhoz, ezért én pedig egy picit még visszább tenném ezt az alázenét, és szeretnélek egy picikét titeket hazalopni. Beadjuk egy picit hangosan, utána majd lejjebb húzzuk. Figyeljetek, jön a varázslat. Érzitek a hangulatot? Húzzuk. Jó. Megvan a honvágy, kezdve jönni, hogy húzzuk lejjebb. Azonnal. Hát nem, jó, egy papi, abszolút. Sírva vigadtok? Hát már kezdünk. Nyúlunk az italos üveg után. Anna, ne legyél már ilyen gorosz, hagyjad már ezt a bécsi szeletet, most szegények mióta nem ettek már normálisat. Ne, de rohadt szemetek. Anna, Tibi ebben a pillanatban behozott hurkát, kolbászt,
fehér kenyeret, rántott húst és sült krumplit. Hogy, hogy egy picit most azért úgy rohadjál meg, ahogy vagy, mert hogy egy hete ugyanazt a Bushman kaját kajálom, és már nem bírok lemenni az étterembe, mert mindig ugyanaz van. Megjött Ákos is, te mit hoztál? Ott a rántott sajtod, Jani. Rántott sajtod? Rizi bizivel, te le, szemét állatok. Lerúgom a monitort. Két hete vagyunk itt. Lefolytani. Oh, egy kis házi túrós palacsintát. Nem tudom, most tele vagyok. Az embertelen. Brüsszelhez fogunk fordulni. Két hete ugyanazt tesszük, mert nincs más vacsorára, és nincs más reggelire, csak ugyanaz, ami egyébként nem rossz, de két hét. Hol vannak ilyenkor az emberjogi aktivisták? Pörkölt! Jutúrós galuskába, de tele vagyok. Pusztulj el állva. Nem kérem, nem kívánom ezt sem. Nem tudom, valahogy. A lecsót be se hozzuk már, mert hova tesszük. Töltött paprika, még az is kimarad. Kimarad a töltött paprika. Ó, de mindegy, ne hozzuk be. Ó, egy jó töltött paprika, basszus. Egy műkarját tényleg odaadnám érte egyébként. A másikat is. Meg vagyok őrülve ezeket a kajákért. Nyakamba akasztom már ezért a csabai kolbászt. Tibi a nyakába tette a kolbászt egyébként. Igen, jó fehér kenyér, egy kis kolbász. Igen, nagyon érzed ezt. Nagyon érzed. Ú, enyhén csípős, nem is rossz. Nem, ez a jó csabai házias. Konkrétan minden nap arról beszélünk, hogy ki mit enne, ki hova menne kajálni, mi hiányzik a legjobban, ki melyik étteremben menne, mit főzetne az anyukájával, mit főzetne a feleségével, hogy egy kicsit érezzük a hazai ízeket. Mit hoztál, mi az? Azt mondja, jó a tartármártás, finom. Jó, rendesen jó. Szemét. Jóval, Tibi, a kairói járattal nem csak koksz megy, hanem egy kis antrax is majd neked. De az, hogy behozta az Anna, annak közben... Falatozzunk. Annak közben elkezdett falatozni, de mi műanyag evőeszközzel, nehogy kárt tegyünk egymásban. Tehát, hogy... Aha. Az ezüstöt kihagyta. Azonnal cinkostárs vagy, mi Anna? Azonnal, mi? Be egy kis tréfáról van szólt, vagy mi? Ez nem tréfa. Három olcsó poénért, hogy árul el minket? Nézd azt a kaján vigyort az arcát. De legalább írtál valami kesergős szöveget, nem írtál erre a csodálatos zenére, ami által van? Az együttérzés. Na látod, mindjárt megfulladsz. Hú, félre is nyertem a kódást. Hát egyetek ti na, egy picit a Honvágyról akartam. Mit tegnap elmentem egy étterembe, kivel megkértem anyámat, hogy virrasszon és hatféle főételt főzőn egy poén kedvéért, igen, nyilván. Egész éjjel főztem. Az Anna, igen, az Anna volt. Te aztán olyan vagy, persze, na, te főztél. Anna elkezdte lopni a sót. Na, egy picit... Anna, ragasszál már a nevemben egy ezres a Tibirek a homlokára. Egy, jó? Csak 20 ezres van nálam. Akkor majd váltson. Jó, a téma kicsikét ebből indul ki. Hagyom, hogy nézegessétek fotón, egyébként kiküldtem nektek a kajákat, jó, tegyétek az ágyatok fölé, oké? Okay? Hogy ez vár benneteket itthon. Jó van, fekély legyen az, ami bánt. Az legyen a legjobban át. Jó, mélyen. Na, egy picit a Honvágyról akartam veletek beszélgetni, mert én is töltöttem hosszabb időt külföldön, ugye ez Kína volt, ahonnan be is jelentkezgettem, hogy mi az, ami legjobban hiányzik, tehát hogy picit nyilván a szeretteiteken túl, tehát nyilván a család meg a szerettek azok nagyon, de mik azok, amik itthonról nagyon elkezdenek hamar hiányozni mindenkinek más ilyen. Rettetesen hiányzik az autóm, olyan vagyok, mint egy lisztes zsák, akit így beültetnek, kiszednek, visznek, mint egy ilyen csomag, tudod, egy ilyen identitását vesztett, kasztrált eunuk, aki egy ilyen életképtelen fázisba lépít, és mindig utazunk, nem? Buszba be, buszba ki, autóba ki, te teljesen elveszted önmagadat, mert szíved szerint beülnél egy autóba és vezetnél. Tehát az nagyon tud hiányozni, főleg amikor ugye azért így elég sok kilométert kell megtenni. Nekem hiányzik a tenisz rettenetesen, tehát minden nap szervágatok a szobámban labda nélkül, és a teniszpartner, igen, az ütőm még mindig ott van, mint egy szentélyen a szobámban, senki nem nyúlhat hozzá, az hiányzik még nagyon. Tök érdekes, hogy nagyon jó itt az ágyunk, de nekem például a saját ágy is hiányzik. Nagyon, nagyon kényelmes egyébként, ami itt van, de valamiért az, ugye, hogy ledőlsz este, hogy azt mondhat, hogy áh, csak jobb lenne a sajátban. Nézd meg, Jani, hogy lapít, tehát, hogy mert ő neki az otthonosságot, ami adja, az a világon mindenütt elérhető. Tehát, hogy... Hálózsák van, zoklinak teregetés van. Szélesávú internet van. Figyelj, a kajákkal nagyon betaláltál.
Ja, közben... Te személy! Húzzák ki onnan, annan, mert nem lesz ennek jó vége, majd meglátod. Ez barack lekvár, de finom. Tele vagyok, köszönöm. A legjobban a kajáktól a Jani szenved, mert hát azért vega kajából nincs, tehát a Jani három lassan két hete vagy három, hogy te köreteken él. Hát. Tehát te főzött sárgarépát, brokkolit, és nem tudom, mit eszel na folyamatosan. Most mondom nektek, hogy én ma délután át fogok ide menni a Wimpy-be, az egy ilyen gyors étterem itt Dél-Afrikában, ugyanis ott egy jó héttel ezelőtt a Balival beültünk, és ettünk egy ilyen vega fasírtos sajtburgert, sima krumplival, és volt utána egy olyan csokoládétorta, amilyet én még itt az elmúlt egy hétben nem ettem. Tehát egyrészt a vega kaják rettenetesen hiányoznak, nem tudnak ilyesmit főzni, illetve a szerte kédességek, a megszokott kis tortáim, süteményeim, a megszokott helyem, ahova beülök is. Azért senki ne gondolja, hogy a napi cukorbevitele leesett a másfél kiló alá, szóval azért itt egy kis almás minden négy gombóc vaníliafagyival, ott egy kis vaníliasodó, hat gombóc, nem tudom, grízes gombóccal, némi kis madárt, egy némi kis fagylalt, tehát azért én ott vagyok, a kis este egy kis kekszecske, adás után kekszecske, tehát azért... Közben kekszecske. Meg nagyon jó kekszecske. Meg egy kis kekszecske, csúran nekem is, mert azért ott vagyok, mikor is sündörök az édesség körül, néha én is rámegyek, de azért tartott, tehát a kicsit a cukorbeviteled leesett most egy kiló alá, de meg vagy azért. Meg vagyok, meg most már eléggé unnom a zuhanyzó kereten való húzockodást, úgyhogy azért szeretnék már terembe is menni, meg kisziklára, ha esetleg lehet. Igen. Vannak dolgok, amik így elkezdenek hiányozni, fura, és még van egy hónap, elkezd hiányozni maga az ország is, elkezdenek hiányozni azok a dolgok, amiket szerettél, egy kedvenc kajálda, a budapesti levegő, a forgalom, tehát egy idő után nem gondolja senki, de maga az ország az elkezd hiányozni. Balázs, nem gondolod? Legyen nyugodt, a budapesti forgalom, megmondom őszintén, hogy nagyon vár téged. Tehát, hogy én kétszer voltam kint benne tegnap, és mindenki mondta, hogy a budapesti forgalom úgy vár téged, hogy figyelj, hogy ahogy hazajössz, rögtön bele is mehetsz. De tényleg ilyen apró dolgok, hogy átvezethessek autóval a Lágymási hídon. Amikor ott vagy, nem gondolod, hogy ez neked valaha fog hiányozni. És két hét után egyébként, ha most simán, nem? Ha hát, most feldobnák, hogy vezethetsz, indulnál azonnal? Én most szívesen mennék ott, csak hogy hadd vezessek már egy kicsit. Én úgy szenvedek, hogy két hete nem tudok vezetni, nekem a vezetés nagyon. Az egyik legfontosabb dolog az életem. Nem nagy dolgokra kell egy dolgon gondolni, Tibi, tényleg egészen apró dolgokra, mit tudom én, egy melbimbó. Ennyire hiányzik, akkor itt van, Jani, gyere. Szóda nézd, megkapom! Gyere, kapaszkodj fel rá. Figyelj! Ha esetleg körbe dolgoznád egy borotvával. Balázs, gyere, ezt megosztom. Ahhoz még kell két hét. Igen? Ez a melmaszírozás, ez most ment ki livestreamen? Ez ki? Mert nem masszíroztam, mert csak mondtam, hogy ha bimbó hiányzik, még ezért nem ennyi haza, még egy hónapig kapaszkodj. De ezek szerint Balinak is hiányzik valami az életéből, mert nagyon gyorsan jött az ajánlat. Igen. De hogy kinek hogy néz ki a szobája? Ki hogyan tette otthonossá? Mi az a pici kis nüansz, aminek ott kell lennie? Tehát nekem például, ha bárhol elmegyek külföldre, akkor nekem a film az, ami, tehát hogy beteszek egy filmet, megszólal ott a kis szobában, valami otthoni film, vagy valami kis zene, az, ami az elsődleges. Nektek mi az, amitől egy picit jön otthonosabb lett a lakás? Hogyan rendeztétek át, vagy a kis szobátokat? Hát Janinak a kiteregetett zokni. Én azt gondolom, hogy Jani ezzel lőrincen érzi magát. Ennyi. Kiraktam egy Kassa TV posztert. Gyerekek, bármilyen fura, de nem voltunk még egymás szobáiban. Tehát én nem tudom, mi van a Feri szobájában. Én gondolom, hogy a ventilátorról lóg a szerrahosonka. A kolbász, meg a sonka, így van. Nagyjából itt tudom elképzelni. Jani volt nálam, de még én sem voltam nálad. Leginkább egyébként azért nem, mert nem akarok lógozoknival álmodni, és nem akarom látni, hogy te valójában tényleg a lámpára teregeted az oknidat. Én ezt elképzelem gondolatban, nem akarok ezzel azonosulni, te voltál nálam. Nem, de ugye? Voltál nálam egyszer ruhát próbálni, csak utána kellett kérnem egy szívlapátot, hogy kiordjam a sarat. Kicsit Jani szobáját összesarasztam, ahova megyek sarazom, mert állandóan saras a cipőm. Mondom, nálam az egészet úgy kell elképzelni, olyan, mint egy szentély. Tehát, hogy minden... Az. Igen, az olyan. Egy szentély a tatárjárás nem, után. Ugye, pont ezt akarom mondani, hogy kupi van, tehát én ezen átlátok, kupi van, és a kis teniszütőm ott van, neki döntve, egy fotelben a kis fotel támlájának is ott van. Azt láthatod. Az ott van. Ez igaz. Ez igaz. És alatta van kis, hogy hívek, ételáldozat, hogy szanaszélszor a chips, banán, narancs, kekszek. Jó, hát áldozni kell hát a teniszütőnek. Ha, igen, ott ha a teniszütő éhes, akkor hadd fogyasszon kedvére. Hát ez abszolút. Hát muszáj. Mit tanácsolnátok azoknak, akik mondjuk most kín van a külföldön, hogy nem találják a helyüket, vagy kizugukat nem tudják, vagy jól berendezni, vagy aki most indul, hogy mi az, amitől egy picikét otthonosabban fogja érezni. Mert mindenki egy tippet mondjon, és akkor abból összeáll egy ilyen egész, hogy neki mi a... Tehát akkor Balázsnak a teniszütő. És kép a szeretekről. Kép a szeretekről. Segít, azt kirakod, és akkor az úgy jó.
Aha, szerintem csinálják azt, hogy töltsenek le az internetről egy képet a parlamentről, szórjanak ki egy csík kalocsai paprikát, és szívják fel egy ezressel. Forinttal. Igen. Feri, tényleg nálad mi van? Mi van? Semmi. Kupi van? Rend van? Mi kupi. Van az? Kupi van? Kupi, hát. Én kupis vagyok. Hol tartod a lángolt kolbászokat? A ventilátorod? Azt mondtam, föl van. Sőt, úgy van, mert azért jó, ha forog a ventilátor, csak felfelé fordítod a kolbászt, és szeletel is. Kinyitott szájjal alá. Na majd bemegyünk egymás szobájába. Egyébként is ígértem az Instagramunkra Jani szárjadó zokniairól képet, úgyhogy ezt most már tényleg bepótolom és felteszem. Hát hogyha azon olyan érdekes dolgok lesznek, föl is iratkozok rá menten. Nem vagy még, nem követsz még Instagramon minket? Én megvártam ezt a zokni dolgot. Kellett figyelj. Valami nagy hívószó. Figyelj, nagyon durva, nagyon durva. 7800-an vagyunk. Nagyon szeretem a kis Instagram barátaimat egyébként. Én szerkeztem az Instagramot, havonta egyszer kerül egy kép. Nem, tényleg. Most az utóbbi egy-két hétben egészen sok kép került föl. Zani, Jani zoknis, lámpás, ventilátoros megoldása lesz a következő. Így van, és utána, ha még Feri nem megy vissza, akkor csütörtökön még mindenképpen készít majd egy képet az ő fürdőszobájára is, mert tegnap kiment Feri, és vert néhány vályogtéglát, és beépítette a fürdőszobában az uhányzót füstölőn. Igen. És a fél disznók lógnak az uhányzóba. Azt akarom, hogy legyen most köztünk egy alkú. Én eldöntöttem, életemben nem küldtem még csomagot soha senkinek. És most eldöntöttem, hogy nektek összerakok egy pakkot, mindenkinek lehet benne három dolog, amit kér. Én el fogok menni, tehát most nem alibi, amit kértek, bármi, én elmegyek, és az benne lesz, és egyszer jön csomag, rá lesz írva, hogy Kassa Tibi küldte, csomag jött. És akkor bontjátok ki szépen, és akkor utána lesz egy fotó, megérkeznek benne a kis holmik, mindenki három dolgot kérhet. És én elmegyek, én nem kérek semmit. Mi van, ha kettőt mondunk, és egy meglepi? Legyen már meglepi, mert csomagot jó kapni, van benne meglepetés. Okay. Hogy lediktálom, hogy mit kérek, és azt megkapom, az is jó. Egyébként tényleg, miért nem küld anyám csomagot? Ez jó. Figyelj, ez olyan, mint amikor diák voltál, és vártad a csomagot a táborba, hogy csomagot kaptál, bemondták a nevedet, hogy csomag jött. Aztán nem volt benne semmi, csak egy levél, de örültél neki, hogy csomagod jött. Kettő dolog plusz egy meglepetés. Kettő dolog plusz egy meglepetés. Én annyit kérek cserébe, szinte semmi, hogy annyi, hogy minden nap egy képes lap, hogy vagytok. Jó. Figyelj, nekem meg is van, én a kézisújzóimat szeretném, ha elhoznád. És az autó. Szemétláda. Szemét. És az autómat. Ja. Addig gondolkozzatok. Jó, ez a kettő. Oké, a Balázsnak a kézisújzója meg az autó. De nem áll Balázs, tehát olyat kérj, amit elküldök. Én tényleg megcsinálom ezt most. Tehát ma holnap én elmegyek, összerakok nektek egy pakkot, kérhetek valamit, és akkor ez Tibi Mikulás kettő dolog, meg egy meglepetés. Jó? Na. Jó, olyat is kérhetek, hogy szedd le nekem interneten és CD-re írt ki? Igen, ilyet bármit. Is kérhetek? Igen, bármit kérhetsz. Jó, akkor van most két film a moziban, amit nem láttam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, hogy nem láttam. Kérhetem ezt CD-n? Igen, bemegyek, lekamerázom, és miután kiengedtek a sitről, majd elküldöm neked. Igen, igen. Te hülye. Szedesd le Lacival. Jó, akkor addig gondolkozom. Jó? Jó, akkor két film. Jó, lehet a két film. Hát a Ferinek már ne küld semmit. Igen, ezt akartam mondani, hogy igazán nagy vonalú vagy. Mi kérünk csomagot, mi még itt vagyunk több, mint egy hónapig. A Feri szombat délután már a Vámon. Az nem fog ide érni. Várjál, már a Vámon ül. Hogyha elsőbségével tudnál neki küldeni néhány, mondjuk egy a 40-50 darab üres kinder tojás. De csak a nagy segítség lenne. Le tudja nyelni a kapszulát. Már szombaton érkezik egy árad Kairóból. Mit kérek? Hozzáteszem, hogy a Feri ugyanúgy kérhet, csak annyi, hogy majd neki ő már nem lesz ott, és neki meg hazahozzátok. Hát a barátság azt gondolom, hogy ezt kibírja. Na, mi legyen, fiúk? Várjam. Készül a csomag. Kérsz, figyelj, nekem, de ott voltam őket, küldjél már nekem egy pár munkavédelmi füldugót, a sárgát a gyógyszertárba lehet kapni, nem drága. Aztán küld el nekem kazettán, de kazettán, mert véletlenül a Walkmanomat hoztam el, az ezer hold és némi csillag című slágert. Némi! Ezer hold és némi csillag. Mert kéne nekem reggeli ébresztő zenén. Figyelj, Tibi, nem, most ezt komolyan mondom, nem tudod megküldeni. De most várj, nem tudod megoldani, hogy megkapod, tök komolyan kérdezzenek, hogy nem tudod-e kiküldeni a kocsimat. De ez most tök komolyan. Ugye terepen megyünk, dzsungelbe megyünk, az autó, az ott a legjobb, én otthon állandóan betonon járok vele, így tudnám ki aztánni. Nem tudod, nem hozott ki? Jó, hogy legyen akkor egy ilyen, hogy elindulok a kocsiddal. És valamikor november végén megérkezem. Megérkezem mondjuk annyi kilométer, tehát hogy olyan utakon fogok addig bemenni, annyi kilométer, hogy azt az életben el nem adott többet, de hogy ott kint még az utolsó lehelletét kilehelli ott alattad. Akkor elinduljak vele? Holnap?
Én örülnék neki. Figyelj, a legnagyobb ajándék lenne, aztán Bali itt a kocsit. Figyelj, besírnék a gyönyörűségtől. Komolyan nem lennék egy zsákliszt, akit így hoznak, visznek állandóan. Ez lenne a Budapest Nelspreet rally. Igen. Elindulnék egy ilyen reality-szerűen, és akkor hogy először az, hogy próbálna meg elhozni, úgyhogy gondolom, hogy a Benny tudja leghamarabb odaadni a kulcsot, vagy nem tudom. Apá! Vagy küld alkatrészként, minden nap kiküldesz egy valamit, te küldöd, én itt összerakom. És meg vagyunk. Fiúk, ezt a romantikus csomag... Várjál. Mi élünk ezzel a lehetőséggel, csak hadd teljen el egy-két hét, amikor még úgy nagyon szükségünk van valamire, és akkor szabadon fogunk, jó? Tehát ezt a csomagküldést te nem úszod meg. Én szeretném. Átgondoljuk. És jövő hétre akkor kérünk valamit, jó? Jó, én szeretném, közben úgy érzem, hogy Anna beletolakodott a megszólalásomba, valamit akar. Lenyeltem az ételt, most már itt vagy, nagyon finom a palacsinta. Ő el fog szegényedni a Tibi. Mert hogy csak megnéztem nektek a Dél-Afrikai Köztársaságban a csomagküldést. Tehát szerintem ezt máshogy fogjuk megoldani, mert Tibi hazajön és csövezni fog már az aluljáróba. Mi ez, hogy egy csomag... Nézd meg a grammokat, hogy... 80 000 forint. Adjátok az a gyártásnak. Küldjétek a Norbival. Itt van egy ilyen korrekt csomag, 80 000 forint. Tudod, mennyivel kell neki küldeni az autódnak? Vagy egy Spicert nem küldök ki neked. A füldugó az rendben van, mert könnyű. Jó, az én füldugom csak 200 forint, érted? Az egy csomócspóra. Tudom. 200 forint, az 25 000 a csomagolásra. Arcoskodtál, egy hét múlva jövünk a listával. Jó? De tényleg? Most picit ezt most benyaltad. Jó, én viszont minden nap szeretném tudni, hogy jól vagytok, és kezdjetek el képeslapokat küldeni nekem, mert én meg nem kaptam képeslapot senkitől, jó? Jó, küldjük neked. Félbe kérdezem. Hát a... Na, nem kell semmit kérdezed, olyan jogos a taps. És olyan jogos de a nem siker. Tudom az életemet, hagyjál meg. Ezer hold és rántott, némi csillag. Rántott sajtomat falatozom. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.